Mázsánként adagolták a pontyot a szakemberek a Bátaszékhez tartozó Kövesdi bányatóba. A látványos telepítést a Bátaszéki Horgász Egyesület tagjai segédletével bonyolították le. Péter Géza, az egyesület elnöke azt mondja, évente több alkalommal frissítik, bővítik a halállományt. Ez 7 mázsa pont lesz most a mai nap, ebből 5 mázsa lesz a méretes fogható pont, illetve 2 mázsa két nyaras pont lesz, ami a 80 dekától 1 kg 20 dekáig terjedő súlyba, ugye, mert ezt is tartalmaz a hallgazdálkodási terv. A Bátaszéki Horgász Egyesület az önkormányzattal közösen bérbe vette a területet. A helyenként akár 10-13 méter mélységű tóban található ponty, csuka, sülő és amur is. Az egyesület elnöke azt mondja, több tervük van a terület fejlesztésére. Egy pályázatot benyújtottunk, aminek az első körben még nem nyertünk, tehát egy ilyen napelemes rendszerrel, tehát elektromos szivattyúval oldanánk meg a patakról a tónak a vízutánpótlását, mert itt most a kezdet 18-ot a durva, hogy két és fél méter víz már hiányzik a vízterületről. Terveik között szerepel az is, hogy meg szeretnék világítani a tavat, továbbá egy kamerarendszert telepítenének oda. Ha nem nyernek a pályázaton, akkor az egyesület saját forrásából finanszírozza a szükséges 2 millió forintot. A 618 taggal rendelkező Bátaszéki Horgász Egyesületből 120 fő használja a Kövesdi bányatavat.